Áldozatok. Nézzük, hogy folytatódik. Kidman? Ah, igazad van. Szemüveg. Áldozatok. Kidman, tényleg mi történt? Ezt szét tudjuk... valami nem engedi. Mindenképp szét kéne lőnünk. Na, lábát nem használja sajnos. Ó, oké, ezzel óvatosan ezzel a géppel. Jó. Ó! Jó, még mennyi szerbökünk bele? Ó, csak egyszer lehetett? Akkor jó. Na, ezeket nem is lehet széttörni, szóval felesleg is lehet volna belelőni. Még erre nézzünk körül. A játékban fontos körülnézni. Ez a bőrönd. Szóval is, ha már ütöttem volna szét. Forrest miatt. De nem, ezt nem lehet sűrtütni. Persze. Ó, ez viszont igen. Viszont nem nincs benne semmi. Ez a hátulütő. Soti amó. Lesz ez szerintem, ebben jók vagyunk. És ezt mindet kiadtuk volna, ezt a helyet, hogyha nem megyünk el erre, azért durva. Azért nem sok minden volt, de volt itt pár tárgy. Na, még visszakukantunk egy picire időre, csak hogy tényleg nem elhagytunk itt valamit. Erre fele. Szerintem nem. Akkor mehetünk. Ó! És hogy fogunk lejutni? Biztos nem lejumpolunk, hanem találunk valami utat. Erre gondolom. A gyufában maxosak vagyunk. Ez a naplónk. 2012. szeptember 1-e. Mira elment? Napok óta nem hallottam felőle. Hirdetettem, de őrültnek tartanak. A kocsia, a számítógépe, néhány holdomia is eltűnt. Nincs semmi árulkodó jel. Mindenki úgy gondolja, hogy elhagyott. Az ivászataimról beszélnek, mint a közel lenne Mira eltűnéséhez. Azt leszámítva, hogy nem kezelik eltűnésként. Úgy néznek rám, mintha én tehetek arról, hogy elment. De tudom, hogy nem ment el. Valaki elvitte őt. Túl közel járt valamihez. De mihez? Ó, oh, visszamehetünk? Érdemes? Hát, ha már itt van a tükör, akkor menjünk vissza, aztán folytassuk a játékot. Na, pár napja nem láttalak. Tudtam. Mi tudta? Nincs itt. Hol van? Mit csinál? Hát igen, rég voltam, hogy egy jó pár napja nem láttalak. Hogy vagy? Minden okés? Még mindig van fehér vagy, mint a fal, ugye? Jaj, hát jó van. Illik neked? Jól áll. Még a sárga fény sem világít, csak ki a... arcát sárgán, annyira fehér. Biztos így jó. A közben amúgy itt a újságokban a palota leégett, múlsz ez egy épület égett porig, gyújtogatás, gyújtogatóra gyanakodnak. Ezt már olvastuk, nem? Victorino birtok porig égett, gyújtogatóra gyanakodnak. A visszavonult tulajdonos tartózkodási helye ismeretlen. Van ismerős. Menjünk upgrade-elni. Kulcsunk van? Ezt talán meg tudjuk nézni innen is. Egy kulcsunk van, jó. Akkor mindjárt nyitunk ládát. Szekrényt, nem ládát. 18650. Az egész jó, valamit csak tudunk venni. Életerős sáv az 25000 lenne, amit kimaxolni. Sebzés közelharcban ki tudnánk maxolni. És amúgy plusz 60%-kal növelni, az egész sok azért. Érdemes e fölött elgondolkodni. Viszont fecskendő slot is tudnánk növelni. Ja nem, ez, hogy mennyit heal-el, azt tudnánk növelni 6-tal. Fegyverek. Magnumban nem nagyon lehetett találni, még mindig talán lőszert. Sebzés kimaxolása 20000 lenne, az már nem is kéne sok. Tárkapacitás. Gyakran kellett reloadolni? Hát gyakran nem amúgy szerintem. Crit az már maxolva ugye.
Teherbírás. Talán amúgy érdemes lenne egy kicsit rakni a kézifegyver lőszer, hogy több férjen el nálunk. Mert már volt rá többször példa, hogy a 20-at kimaxoltuk. És akkor utána meg... Ha ez már nem jön neki az upgrade. Oké. Vagy a sebzés közelharcban plusz 60%. Vagy kézifegyver lőszer, és aztán még sporolunk. Inkább kézifegyver lőszer talán most. 10 000 lenne még. Plusz 25-tel növelni. Hát ez rohadt sok. Hát eddig 5-ösével bújítottok, most meg plusz 25. Hát túl vonzó, ezt muszáj megvenni. Ezt muszáj. Wow. Hát ez 5-szörös, 5-ször több basszus. Meg majd elgondolkozunk itt a kettő közül, ez melyik lenne a sebzés közel, hát, hogy a gyógyszer befecskendezése, azaz, hogy többet híleljen. Vagy a pisztolyás sebzés kimaxolva. Vagy tárkapacitás. A 2000, nem is sok. Jó, rakjuk még a tárkapacitásra. Oké. Erre is el tudunk? Aha. Oké. Ha szeretnétek, akkor mondhatok ti is szekrényt. Másképp akkor én döntök. Ugye van 4, 5, 6, 7, 8, 9-szer 27, 1-től 27-ig random szám. Vagy a baloldali szekrényből 18-ig. 1-től 18-ig. Amíg olyan szám lesz, akkor majd vagy balra, vagy jobbra tőle választok, ami már ugye nyitva van. Na chat, valaki esetleg próbál szerencsét okozni nekem. Pandi általában a trocsit találta meg, ami ugye a fejlesztéshez szükséges. Az egész jó volt. Amikor én nyitottam szekrényt, akkor mindig csak ilyen nyílpuska, meg ilyeneket találtam általában. És a számszerében ugye különböző amókat. Ami nem valami jó azért. De viszont ha már itt vagyunk, nézzük meg, aha, igen, én szerintem ezt én nyitottam, ez a 3 szigonyos. És nem is tudjuk felvenni, mert már van annyi a inventoryban, van egy sokkoló nyíl is, az is. Bal 9 talán, oké. Szóval ezt se tudjuk már felvenni, most jelenleg. Bal 9, jó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amó, sniper amó, 8. Nem tudjuk összeset felvenni, és még 3 marad. Jó, a sniper az brutál erős amúgy. Az jó. Azon gondolkoztam is, hogy tényleg a sniper amúgy kéne... Vagy a kapacitást növelni rajta, de már nincs annyi pontunk. Nem itt egy picit a sebzést, vagy a kritet. Ez mennyibe kerülne? Itt is vissza tudunk menni. Mert nem itt, hanem... Itt. Nézzük meg, hogy az mennyibe kerül. Nem hiszem, hogy olyan drága. Mert 1650-nel nem hiszem, hogy most veszünk, de majd maximummal visszatérünk. Sniper. 1500. Crit. 1000. Tárkapacitás. Plusz 1. De nekem a... Lőszer ugye egyet tudnánk növelni. Növeli maximálisan magad a vihető mesterlövész puska lőszer mennyiségét. Amúgy talán még ez is érdemes lett volna a játék elején kimaxolni. Letti! Úristen, big raid! Köszönöm szépen 43 fős raidet és sziasztok! Hát te is ezzel toltad ugye? Nem régiben, most láttam a gas station... Várjunk, mi az? Gas station simulator? Ja, azt játszottad most valamik nap. Kicsit úgy lorkoltam egy fél órát, de akkor már nagyon haladtál a játékba, basszus. Nagyon szépen haladtál. Legutóbb, amikor látom Gas Station Simulator gameplayt, mindenki még az elején halad, de te már eléggé sok időt beleöltél szerintem akkor. Ja, nagyon jó, igen. Már vége felé vagyunk a 13. chapternél. Aztán most éppen azon agyalok, hogy ezt a kevés pontot még érdemes lenne elkölteni, vagy nem. Mert a mesterlövész puska. Lőszert rakjunk rá, mert csak 5 tudunk magunkkal vinni jelenleg. Jól hallottatok, ilyen ma is volt, igen?
Igen, az tegnap is volt, ugye? Tegnap voltam ott. Most 2 napot nem streameltem, szóval tudtam másról is lenni, és tök jó volt. Szia, szia, miau! Szia, szia! És szia, szicin! Menjünk vissza! Hát mostanában ezzel van kedvem csillegetni? Én nem is tudtam amúgy, hogy ennyire komplex a játék, úgyhogy... rendesen láttam, hogy kasszálsz is, meg ilyenek, szóval nem csak a benzintartályt ugye, mert tankolsz ugye másoknak, hanem még ilyen része is van. De elég ügyesen ment azért neked. Jól csináltad. Na. Megvagyunk. Erre tovább szerintem. Most a Kidman tűnt el. Én nagy szörnyen harcoltunk. Ja. De jó amúgy, fun játék. Én is gondolkozok rajta majd. Nagyon jól néz ki. Ó, oh, mi ez? Mi? Ez mi? What? Ez valami nagyon durva méreganyag volt. Ezt szét lehet lőni, vagy valahogy kikerülni? Nyakleves. Várjunk, itt van valami... Ja, ez sav. Itt van valami deaktivátor. Hold. Ez új csapda. Ja, ez sav. Nem figyeltem, ja. Ez a játék mindig meglep valamivel. Vagy új csapdák vannak, vagy mindenhol csapdák. Nagyon gyakori. De mindig vannak valami új dolgok. Ó, most földrengés. Egyedül megyünk a Kidmanhez amúgy. Megkeresni. Nem is rémlik én a játék, volt hozzá frissítés? Aha, lehetséges. Én először játszom egyébként Letty, szóval az a baj, hogy nem tudom. Ez a 13. chapter most, még 2 van hátra. 12-et, az nagyon gyorsan végigvittük, az valami fél óra vagy 40 perc volt körülbelül. Nem valami hosszú. Valamelyik meg 3 óra. Vagy picivel több. Oda kéne átjutnunk. Szóval szerencsére én még újként élem át. Bár... ez tipikus olyan játék, hogy amúgy így eltelik egy 3-4 év és újra játszod, akkor már viszonylag elfeledkeztél sok mindenről. Így érdemes újra esetleg neki látni. Ezt szét kéne lőnünk, hogy leessen. De viszont ha nincs amónk, akkor meg mit, hogyan? Szóval nem biztos. Már erre látok legnagyobb esélyt. Megpróbáljuk. Jó. Oké. Mondjuk már rég játszottam vele, de ez nem rédik. Na, igen, pont erről beszélek ugye. Rég játsz egy játékkal, főleg egy ilyen hosszabb sztori játékkal, akkor bizonyos részekről azért elfeledkezel. Hát most már elvásztolódtunk. Ja, nem fogsz ugrani. Lone Wolfként tovább. Oké. Hajrá, reméljük túlélni. Mindenképpen lett volna amó, mert ha nincs, akkor kapsz, mire ideérsz. Igen? Akkor ez is így ki van gondolva a játékban. Lehet, hogy átspinál, speedrun volt a biztos. Jaj, drr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 
annyira közben oda a sztorira. Valami más is jár közben, vagy akár streamben. Jobban chatre figyelt, vagy akármi. Vagy nem biztos, hogy még akkor játszottam, amikor streamben volt. Az úgy szexi. Előzőleg két ilyennel harcoltunk. Az körülbelül 8-adjára sikerült. Ez meg ilyen lottó. Nem, mondjuk most nem lehet belebökni, hogy kidobjam valamit. Nem nagy, ne, nincs nagyon kedvem vele harcolni, amúgy inkább elkerülném, ha lehet. Ez ezt lehet deaktiválni, ugye? Ez akna. Jó. Amúgy, ha már itt vagyunk, mennyi 8-unk van. Tudunk-e gyártani ilyet? Ha?
Streammel együtt nehezebben figyelek, megjegyzek, megjegyzek meg dolgok, de ezzel írólő is van a problémáim már, mint a figyelemmel főleg. Hát figyelj egyébként, azért mégiscsak multitasking volt, szóval megosztik a figyelmed, még hogyha valaki profi is abban, hogy mindenre tud figyelni, akkor is az, hogy megosztik a figyelmed, akkor sok minden kimarad, ugye? És mondjuk, ha tudom, hogy dupla V-t kell nyomnom 5 másodpercig a játékban, mert előre haladunk, akkor tudom, hogy az ideig van időm csetet olvasni. Szóval ez mind ilyen agyban eldől, persze. Mint amikor csinezgetve egyedül nyomod, streamen kívül csak úgy elvagy, akkor teljesen más. Új, de el lehet bújni. Az nem jó jel. Az nagyon nem jó. Aha. Őt lehet, hogy a sneak is kellett elmondni talán. Jaj, nem akartam elbújni! Ah, ugyanaz a gombban a guggolásra. Oké, most tovább ment. Bazd meg! Ezt nem láttam. Azt a kurva. Ez lefosatott. Te meg... Haló? Észrevett? Biztos észrevett. Tehát is értelmezni, nem csak olvasni, így van. Főleg egy hosszabb üzenetnél azért az úgy más. Ó, remek. A remek, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Érdekes, hogy nem lőtt egybe amúgy. Jó, menjünk mögé, és találjuk el. Nem lehet mögé menni. Jó, akkor helyezkedjünk el. Ajajajajajaj, itt is gondolom millió csapda van. Jó, jó. Inkább találjuk el. Sokkoljuk le. Aztán mögé megyünk. Vagy egy bőhal? Nem, meg tudjuk gyújtani őt. Bam. Mi a szar ez? But? Oké, vele nem akarok harcolni őt. Ki kéne kerülni, ugye? Van egy olyan érzésem, hogy őt nem lehet megölni. Ha jól sejtem. Ó, és itt is van csapda. Ezt nem is tudjuk erről az oldalról deaktiválni. Igen, ő generálja ezeket a szörnyeket. Elmegyünk erre. Most mögé tudunk menni gyorsan. Csak közben jönnek ezek a szarok is, jó? Kár egy shotit, amit ledroppol, ezt nem kapjuk meg. Legalább amóba. Ez tök jó lenne. Még az egyet belerúgunk a hullájába. Ez full véletlen. Jó. Hát dobjuk rá egy boros üveget. Bár nem, mint a sokat sebezne, tenne hozzá. Ó, oh, hú, majdnem utolért. Ezt meg tudnánk gyújtani, őt le tudnánk sneakisen támadni. Oké, őt támadjuk le. Ne fordulj meg, léci. Ne, mondtam, hogy ne fordulj meg! Fuck! Ott van robbanó. Szia, Roy! Szius. Hogy vagy? Roy, mesélj, de mi történt veled? Fuck! Az majdnem eltalált. Roy, mesélj, de cseten. Mi történt veled? Oké, most nagyon nagy szarba vagyunk amúgy. Mit csináljak? Granát? Ó, ne! Jó, újra játszok ezt a részt. Eltalált az a robbanós nyilvesszővel. Az újad már jobb? Ez egy durva látvány volt. Ja, megint munkahelyi balesete volt. Egy kalapács? Vagy mi is volt pontosan? Mire esett? Azért ez ugye elég kellemetlen. Na, most jobban. Vésni kellett, aztán 3 kg-os kalapáccsal rávágtam az ujjáron, de lila. Ja, ez küldött Roy nekem képet így privátba, aztán. Hát nem volt valami szép látvány, na. Ez egy jó idő, mire begyógyul. Ilyenkor néki biztos jól lecsesz téged. Amúgy. Ezeket a amókat? Nem, ezeket nem hagytok itt utólag, ugye? Ezek kellenek. Ne, ezeket összegyűjtettük. Na?
Menjél szépen arra nézni. Úgy, ez az. Ügyes vagy. Már megint megszívom. Nem hiszem el. Faszom. Ó, Istenem. Csak most mögéd megyek. Ah, fuck, 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 fuck. Maradjunk ugyanannál taktikánál, hogy lesokkoljuk. Látnék is valamit. És felgyújtsuk. Ó, viszont itt bekerít minket, ez nem jó. El tudunk mellette menni? Mert tudjátok mit? Egyet belé lövök. Bom, és akkor most elmegyünk mellette. Aztán közben erre. De fut utánunk! Miért futsz? Ne fuss! Ő fel fog ébredni, ugye? Ő még él. Oké, ott letámadjuk hátulról, nem támadjuk le hátulról, mert észrevett. Csapda! Jó, heal, nincs healünk. Fuck, 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 fuck. Jó reggelt. Megijön a szarja. Akkor ezt gyors deaktiváljuk, oké? Aztán megyünk tovább. Nem fog utolérni, ugye? Négy utol, négy utol, négy utol. Á, rip. Rip. Egyszer. Szerencsére nem tört el, de valami dolog, szóval nincs para. Hát igen, attól függ melyik ujjad. Igen, hogyha kis ujjad az annyira nem gáz, akkor tudsz tovább gémelni. Hm. Menjünk, tényleg amúgy. Ja, a kis ujjad az, ami így pihen, na. Ezt nem használjuk nagyon semmire. Ja, ez eltörhet. Azért nem, nem szó szerint. De inkább akkor azt érje a baleset, bár általában a kis ujjad, ami jobban fáj. Hogyha az beveri az ember. Ez fájdalmas tud lenni, nagyon. Jó. Na, akkor most ne legyen elcseszve, jó? És ha elmenjünk itt jobb oldalt, akkor ne robbanjunk fel lehetőleg. Viszont mi van itt, ami felrobbant minket? Ez. Van időnk még őt is... megtámadni hátulról? Ott ő éppen szerelget valamit amúgy. Az is lehet, hogyha ügyesek vagyunk, akkor teljesen ki tudjuk őt kerülni, és nem fog minket egész mapon kergetni. Ott volt valahol, ott van. Ó, nem már. Jó, akkor mi elmegyünk erre, se gáz. Hát nem kellemes az élet, az sem, ha azt törik el. Hát persze, hogy nem kellemes. Jó, menjünk. Ha itt nem lehet átmenni, ugye? Fényt sem merek kapcsolni. Szerintem most balra bent bejön. Merre lehet? Ó, ja, itt van velünk szembe. Rip! Bye! Speedrunoljuk végig. Őt megöljük. És aztán gyors. Ezt deaktiváljuk, oké? Okay? Ó, szia! Ne zavarj meg, ne zavarj meg! Úgy a levegőbe, jó? Úgy ez az levegőbe, köszi! Köszi! Csomó amot ott hagyunk, meg lootot. Nem baj. Megvan. Checkpoint. Legalább sok amót se pazaroltunk el. Mi ez a hang? Ez tudja, hogy az lesz, aki viszi a kalapácson azt a hullát, vagy mi az... az gigantikus fegyvere. Hmm. Nagyon kellemes ez a hang. És közel van a hang. Van valahol jobbról.
Ott van. Itt megy. Mit csinál? Ugye nem vett észre? Dehogy nem vett észre. Fasz ki! Bejebb jön! Fuck, itt látsz? Így cheatelünk, jó? Így nekinézzünk a falnak. Jó. Elment. Persze, ő át tud menni az aknán, ugye? Aha, ott viszi magával. Kis hullatban átját. Most nekünk vagy erre kell menni. Az utuk volna még deaktiválni. Visszamegyünk. De lehet, ha visszamegyünk, akkor... Á, menjünk vissza. Csak attól félek, hogy észrevesz. Kellenek ezek a pontok. Jó étről, köszi, hogy itt volt. Jó éjszakát. Pihent ki magad. Valószínűleg amúgy erre fog kelleni majd menni. Ezt is még gyors megcsináljuk, amíg nincs itt. De még mielőtt itt tovább megyünk. Nézzük, hogy itt van, ami található-e. És nem is kell googolni. No. Bam. Jó, ismertelen nincs itt. Itt még körül tudunk egy kicsit nézni. Oh-ho-ho! Ez majdnem robbant. Ezt az amót nem tudtuk felvenni, ugye? Nem. Jó, hát akkor mehetünk is tovább, amerre ő ment. De jó, hogy követnünk kell őt. Szuper. Ha itt be tudunk menni, vagy mehetünk arra tovább. Én inkább erre mennék. Kövessük a patkányokra. Basszus, nekem most jut eszembe, hogy én összekevertem. Lehet, hogy nem is Evil Within-t játszottam, hanem Resident Evil-t. Jó, oké, a játék témája miatt összekevertem, hogy picit hasonló. Basszus, hát Kennedy volt, ja. Jesus. Most jutott eszembe, hogy nem is... Oké, játszott Evil Within, csak igen, akkor Resident Evil 4 volt, ja, ja, ja. Na, összekevertem ezt a kettőt. Később kiúrok menni vízé. Kicsit szomjas vagyok. Checkpoint. Kidman, are you in there? Kidman, ott vagy? Na, már lassan letérünk ide. Nem kell sok. Jó, nem a fejünkre esik. Most akartad kiváltani? Figyelj, kiváltatod, amikor akarod. I don't mind. Ő még él? Beakadt a lába mondjuk, szóval nem tudom, hogy tudott volna kárt okozni bennünk. Még ha élne is. Ó, ezt ki lehet jutni. Köszi Fandi akkor. Három amú. Akkor is perc. Folytassuk. Ó, most csak vitesse ujjam, aztán csúszni fog. Billentyű. Ez mi volt, Evil nevetés? Én is tudok ki ezt nevetni. Ahó, haló. Ki vagy? Kínozni másokat? Ismerek én is embereket, akik szeretik kínozni másokat. Was happening to me. I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth. Amúgy eljöttem, hogyha fájtok a kezem. Csak annyit kell csinálnom. Hogy ide rakom, hogy ide, csak kinyújtom a karomat így. Így. A gép felé. Csak így, nem is a gépen van a kezem, csak így a gép, csak így asztal mellett. És így lehűti tökre a kezemet, basszus. És hát így felmeregíti. Milyen jó már. Fázik a kezem, csak így kinyújtam, így egyenesbe. Lelóg a kezem, azt a rossz, az felmelegszik. Most feleztem fel, de jó. Ez főleg tényleg jó lesz. Most nem, mert nem igazán fázik. Most visszajöttünk amúgy. Hogy fogunk tudni visszamenni majd tükrön keresztül?
nyomjuk egy mentést, ha már itt vagyunk. És igen, szerintem tükrön keresztül. Túl sok upgrade pontot nem hiszem, hogy szereztünk, talán 5000 lehet. 5350, köszi játék. Még várjunk vele. Már gondolkozom a sniper-t fejleszteni. Á, nem. Vagy... Oké. Okay. Csak azért az egy ammóért elmegyünk ide. Van itt még ilyen három lőszernyi sniper ammó. Ki tudja, mikor lesz rá szükség úgyis. Hol volt? Ja, ezen a felén. Aha, és még kettő van. Lehet, hogy ez egy menti meg az életünket. Nem tudhatjuk. Csak háromszor kellett megnyomnom a space-emet, hogy reagáljon. Haldokolsz, tudom. Se baj. Kibírod még egy ideig. Mondjuk amúgy is jó lenne egy lineáros binegyűt vennem, nem tektájlos. Tektájlos ez programozása jó, meg... Azt mondják, hogy hosszabb gépírása, de... Nekem annyira nem jön be a tektájló. Így jól hangzott, mert a... Kettő között a kombináció igazából, a klikkelős, meg a lineáros binegyű között, de... Annyira nem fogott meg. Sokan szeretik. Erre. Liftet nem tudjuk használni. Ah, tényleg amúgy... Ja, kéne magyart venni, ne ilyen tót szar szlovákot. Na. Majd egy hónap végén úgyis ott leszek Budapesten. Találkozón, azt bemegyek izébe. Random a metrikai bolt, azt veszek egy magyar billentyűt, ez nice, ez lesz. Mert nekem például, várjunk, ez egy kérdés, nektek a magyar billentyűs, magyar billentyűzetem van I betű, külön dedikált I betű? Mert nekem ugye úgy kírnom a I betűt, hogy alt, alt I, vagy FNI, most nem tudom már írtanom melyik. Talán ez a jobb oldali alt van, de nekünk nincs. A szomszéd nem kuródik el fel a hangerőn. Az Amazon Echo fosok level 3 voltak, most lazán volume 24 valami sorozatot. Az ő túrva. Nekem is van Echo-m. Ez a DOT 4-es. Bár... Hova raktam? Tudom, hogy kihúztam, mert így ideig nem használtam. Valahol itt el van egy. Nincsek ilyen smart home eszközök, nem. Nekem, nekem az ének holdott négyem körülbelül 5-6-szor felkeltett az álmomba. Volt olyan is, hogy akkori barátnőmmel aludtunk, és egyszer csak a semmiből nagyon hangosan indult egy zene. És hát ilyen kemény metál volt. És úgy megijedtünk, úgy befostunk, hogy a szívem az 120-szal vert, mikor felkeltem. Mi a picsa történik? Ez nagyon gyakori volt. És nem akarom azt elhinni, hogy a saját nevemet mondogattam az álmomba. Az abban nem látok lehetőséget. I.O. is van. Jaj. Hát, nekem ilyen írásjelek vannak a U-nál. Nekünk vannak Echo dotok elszorva, a nappaliban van Echo Plus, konyhában Echo Studio. Na az menő, hogy tudtok egymással is kommunikálni akár. Itt volt mindig egy térképtől eddig is nem tűnt fel. Ez meg amúgy magától arrébb gurul, és hát így ha meglökjük. Micsoda fizika. Az úgy poén. Én csináltam azt, hogy telefonról felhívom Echo dotot. És visszamegy magától. Wow. Ja, meg oda is. Magától gurul. Életre kelt. Na, menjünk vissza. Szóval minden ilyen EAU-i, de... Azt, hát nekem meg kellett jegyeznem, hogy mi hol van, ugye nincs ráírva. Csak szimbólumok.
Viszont persze a Windowsban magyar billentyűzetet használok. Attól még. Na, merre is tovább? Ugye lift az nem ment. Erre lehet menni? Itt le tudunk menni, aha. Mekkorát landolzunk. Injekció, trücsi. Még egy injekció! Szerintem most már fullosak vagyunk. Ez nem akartam elnyomni! Még picit korai volt. Na mindegy. Elég lett volna ide ránézni, aha. Most már csak egy van, kettő volt nálunk. Sok nőben is van egy dot, és volt, amikor csináltam olyat, hogy Alexa announce we are living in 10. Ez hasznos. Aha. Ja, az tényleg hasznos. De főleg a smart home dolgok. Az mi az a két világító rajta? Ó, basszus, itt is van ilyen. Az mi? Két robbanó van rajta elhelyezve? Hogyha mondjuk sneaky scannénk rá, akkor is bejelezne? Hát egy olyan érzésem, hogy igen. Most nem tudom, meglőjük inkább őt? Úgy világít, mint a karácsonyfa. Uha. Nem tudom, ez gyanús. Ez az a nyilvessző, mivel minket is meglőttek. Aztán meghaltunk tőle. Ugye ránk tapad, és aztán nem tudsz mit csinálni, mindenki rajta drobban. Hát, próbáljunk közeledni, és meglássuk. Hát, ha egyből meghalunk, akkor így jár... Azt a kurva! Jesus! Ez jó volt. Jó, ez a robbanó szar, mert belelőjünk, akkor felrobbanó is. Hogy jött felénk? Egyből tudta, hogy jövünk. Uff! Mindenhol a csapdák. Engem nem hoz lázba, hogy valami smart eszköz magyarázzon itthon. Nekem volt ilyen korszakom, hogy így érdekelt az egész, meg hogy így mire hazaérsz, addigra bizonyos hőmérséklet, mert fel van melegítve a lakás, meg ilyesmi, de... vannak hasznos funkciói, mint mondjuk, amit így nagyon promóztak, az a guard mód, hogy bizonyos időnként felkapcsol a lámpa, meg ilyen random kutyaugatás hangok, hogy valamit kiad, azzal jelezve, hogy valaki ott van, és akkor a betörő ugye nem tör be hozzád. Meg hát elég érdekes, lehet rajta skyrimozni voice-on keresztül. Mi amire használtuk a Echo-t, amikor így feküdtünk itt ebben, akkor songvizeztünk, az fán volt, így ki kellett ugye mondani, hogy milyen artist, ugye amit játszottunk ugye böngészőn, csak voice-on és hát hang alapon működött. Ez elég poén volt. Vannak érdekes játékok rajta. De ez nekem ez még egy mindig olyan hardon, amit az a helyzet, hogy én meguntam egy idő után, és azért is van kikötve, és nem használom. Plusz az, hogy felcseszett, hogy annyiszor felébresztett. Ugyanígy vagyok a VR-ral is, hogy érdekes, szórakoztató egy pár játék, de nagyon kevés kontentre, és ezért meguntam maga a hardvert. Plusz megvan a saját gimmickje is, lehetne könnyebb, lehetne jobb. Szóval... Szia, Dev! Szia, rég láttam. A csajok pedig imádják, hallgathat zenét, időjárás hallgathatsz. Ja, igen, hát jó, a zeni hallgatásra is, meg így voice-on keresztül megmondod, hogy hangalapon, hogy mit játszol, ez így tök poén. Főleg, akkor rákötöd egy ilyen hifire, és azzal kommunikálna. Siri sem volt érdekes, Siri az buta. Csak annyit tudok róla mondani. Szerintem sose volt egy nagyon jó AI. Hányszor volt az, hogy úgy reagált, hogy I can search that in Google for you. Az nagyon gyakori volt. Engem se hozott lázba a Siri. Körülbelül 4 évig voltam iPhone-os. Az átrendszerű LOT rendszerem van otthon, illetve a Stream Studio Roomnak van a saját külön rendszere. Azta. Az, hogy utasítással megy, az más. Ide be tudunk menni, másfelé nem tudunk menni. Jó, menjünk. Ja, mondjuk az menő, hogy nem kell felkenni, hogy lekapcsolod a világítást, ilyen bizonyos kényelmi funkciók.
De mennyire vezet az is ehhez hozzá, hogy az ember elustuludjon? Ja, van mondjuk Xiaomi lámpa, mobilappa, ja, az is megoldás. Viszont azt nem tudod voice-szal kezelni. Ez a hátránya. Ja, nekem is LED fényeket lehet. Csak pont arra a fényre, pont úgy van rárakva a falra, hogy nem is nagyon látnátok. Kis lehet mobil appa. Csak ugye nem mindegy, hogy most millió appot használsz, vagy egy appot. Ugyanazokra a dolgokra. De mondjuk, hogy így úgy döntesz, hogy tegyük fel, hogy most van egy light bulbod. És nem tervezel. Vagy mondjuk csak Xiaomi terméket tervezel venni. És van egy univerzális appod, akkor király. Akkor igazából... Ha másban akarsz befektetni, ami hogy most fényt kezelni így, akkor elég az. De ezt nem kell gondolni, hogy HomeKit-be akarod a rendszeredet kialakítani, vagy mibe? Vagy egy brand mellett maradsz, akinek külön van ilyen apja, amivel irányítod a dolgokat. Amilyen lusta vagyok, az is csak a porfogónak van a rendszerbe kötve dísznek. Mondjuk a fényvezérését megcsinálhatnád, hogy a chat vezérelje. Ja, most terveztem venni, vagyis hát most fogok ebben a hónapban venni. Végén nem Elgato lesz. Elgato Ring Lighton gondolkoztam, de nem láttam az értelmét, hogy most a chat tudja irányítani a fényerőt, mert az most egyszer van lőve, aztán jó. És nyilván be lehetne programozni egy ilyen fun dolgokat, hogy akkor kibe villogna, és akkor nekem egy flashbang lenne, és megvakítana, de találtam fél áron egy jobb ring lightot. Meg így fényekben, nem tudom. Így teljesítményben találok fél áron jobbakat, aminek nincs integrációjuk. És így... Nem tudom. Gondolkozok még azért rajta. Na, egy appal megy a lakás, a több ilyen lámpa is, meg bulb. Na, akkor ez jó. Mi történik konyhában? Malackodások, kolbászok lógnak ott. Ó, oh, Joseph! Ó, nagy szarba van. Ah, szia! Hát csak nincs olyan hülye ember, hogy likelje az IP-jét. Habár... Vannak emberek. Na és most mit csinálunk ugye? Hát... Csöndben elvinjünk erre. Ez mi? Ez olyan felderítő robot? Szerintem igen. Fényt használtunk, azt lássa. Ó, itt jön. És kettő is van belőlük. Jó, használjunk fényt, szerintem azt lehet használni. Nem hiszem, hogy szét tudjuk lőni. Ó, itt egy szobrocska. A szigony nem nagyon használtuk még. Találjuk el szigonnyal. Bár valószínűleg, hogyha átmennénk a másik oldalára, akkor csak simán le tudnánk ütni is. Ne, mi történik? Fuck. Jó, ott van. Ja, olyasmi, mint valami takarító robot, ami egyben gyilkol is. Legyünk ezt a trófeát, megszerezzük. Kulcs. Oké, most már három is van. Most átmegyünk, nem, ott van. Fuck. Jó, el tudunk rajta menni. Nem öl meg egyből. Hát, meghaltunk. Gondolom, valami csapdát aktiváltunk. Nem vettem észre. Azt hittem, simán végig lehet futni. Valamivel beleléphettünk.
Jó, ugyanúgy szétüssük. Ja, attól függően milyen játékot játszol. Rúgj azért a fényeket. Én is azt tervezem, hogy mondjuk horror játék után lesz egy különfajta fény. Meg majd tervezek rendesen ilyen backlightot is, meg minden. De nekem még ring lightom sincs ugye, szóval először az lesz az első vételem. Azt fogok venni ilyen horror játékokra ilyen esti külön fényt. És a végső meg az lesz, hogy ilyen... nem tudom minek mondják, hát ilyen hosszú led, nem led csíkok, ilyen led lámpa. Ilyen hosszú formájában jó. Ó, az komoly lehet. Vannak olyanok is, mint a tévéknél is, hogy igazodik a színek ahhoz, amilyen játékot játszol. De az nem tudom, hogy így működne a PC-vel, vagy az hogyan működik pontosan. Azt hiszem csak simán bedugod USB-n a gép a tévébe, és akkor valahogy úgy működik. Azok érdekesek lehetnek. Bár nem tudom, a szemrenek mennyi lehet zavaró, hogy folyamatosan változik. Aha. Ebbe léptünk bele, igen. És ezt hogyan tudjuk deaktiválni, hogy ne halljunk meg? Mire ezt leszereljük, addigra... Jó. Oké. Okay. Én nem látok már egy csapdát. Viszont itt nem tudunk elmenni, ugye? Ajaj, ajaj. Dehogy nincs csapda, ott van a csapda. Az, ha ránk esik, nekünk annyi. Ajaj. És mikor fog leesni? Érzékeli, hogy oda megyünk? Vagy most, valamikor? Át tudunk futni? Nem tudunk átfutni. Ez mi alapján működik? TV backlight az USB? Aha. Ah, az menő, hogy avval is tud kommunikálni, meg elég áramot ad. Az menő. Hát biztos megadja így a hangulat fényét. A műsorhoz. Vannak tévék, amiben ezek beépítettek. Azt hiszem, talán a Philips. Nem vagyok benne biztos. Láttam olyan tévét, amiben ez ilyen alapfunkció. Hogy jött oda? Hogy került oda? Fogta magát és átjött oda bévőre. Csapda? Ja, most gyors át tudunk menni, ugye? Szóval itt vagyunk szarban. Hogy itt nem tudunk átmenni. Hello. Realisztikusan amúgy át tudná ugrani. Aha, I see. Még egy csapda, de itt se tudunk elmenni. Akkor hogyan megyünk át? Hogy? Jó, dead. Arra? Hangra reagálnak szerintem. Nem. Ahogy közeledünk. Jó? Azt a picsa! Sprint! Jó. És ezt hogyan deaktiváljuk? Hol van a vezérlője? Meg hol a robbanó? Nem látom a vezérlőjét. Oh, fuck. Macska sportszívó. Nem látom. Addig szétdarálnak. Ja, hogy a porszívó már robbanó ráhelyezve. Az nagyon jó. Ah, oké. Nagyon aranyos. Hogyan megyünk át? Ja, itt van, nem láttam. Jó étlevi, köszi, hogy itt voltál. És adod jól, szép álmokat.
Szia-szia! Nem lett deaktiválva, ugye? Nem lett deaktiválni, fuck. Azoktól a retkes gyökerektől, ha elmegy a net, a riasztónk átvált mobilnetre. Az menő, hogy van tervezve. Jó, Fandi, bocsi, bocsi, elengedtem a space, na, no. Bocsi. Nekem is fájt volna szintén nézni. Én is kikringzsáltam volna. Sorry. Nem néztem a játékra annyira oda, hanem a chatet néztem, és azt hittem, hogy már... meg már vége van az, hogy mennyi ideig kell nyomni. Jó. Ezek. Most már félem azt a részt. Jó. Ezt is deaktiváljuk, jó? Vagy nem? Neki megyünk, jó? Neki mentünk és nem haltunk meg. Jó van. Elfogadom. Vagy már mindenképp meghalunk? Ha átmenjünk itt. Jó. Az meg... ez a játék egy szívroham. Ez a rész. Igen. Most például nem mutatta animációt, hogy mennyi idő van még hátra. Oh, jó, gyerünk. Ne jöjjön ide robot addig. Ez az. Jó, most mehetünk. Erre szerintem nem enged a játék, de azért nézzük meg. De enged! Ne, akkor visszafele kellett volna még menni. Már nem enged vissza, ha? Nem baj. Nem maradunk valamiről. Ó, Joseph! Megenekült. Nem tudunk visszamenni. Szia! Joseph, én nem tudok arra menni, nem. Itt vannak robbanószarok. Ott van Trucci. Harcolnunk kéne vele? Igen? Mindenki? Oké. Akkor gyújtsuk fel őt. Menj, mi már Joseph? De nem is reagál a tűzre semmit. Nem is érzi, hogy ég. Fagyasszuk le. Amíg nem van fagyasztva, addig híleljük magunkat. Soti van. Bam. Testébe inkább, ugye? Fejét úgy hiába lőjük. Azt a kurva. Aha, out of ammo. Itt meg csapdák vannak. Na, bógassuk kicsit le. Sokat sebez. Csöcs. Yay! Most mi történik? Ah, robotok. Juhuuu! Hani! Egyik csöcs. Másik csöcs. És a harmadik csöcs. Jó, mehetünk tovább, vagy valami?
Hallom, hogy nyitódik ez ki. Aha, mehetünk. Mikrotik router. A routerekben is vannak jó fajták. Még plusz védelmet nyújtanak, na? Minimálisan vágom csak a témát. Igen. Beszorultunk ide, ugye? És most korom sötét van. Most lehet valami gép. Jó. Ó, 21-ünk van. Simán lehetne venni valamit. Ezt tudod, hogy az én doménem a csöcs.eu? Köszönöm a bitet. XDDD azt tudod kukat, hogy az én doménem a LOL. Csöcs.eu? Na figyelj, ez a név sokat ír. Az durva. Ez mi van rajta? Majd megkukantam. Épp váltam Kidment. Amúgy annó volt egy haverom, aki megpróbálta bebizniszelni, hogy vásárol doméneket. Minek olyan neve van, hogy hát ha valaki egyszer majd ajánlana érte egy X összeget. Hát nem jött be neki amúgy. Kis kíváncsi. Hát most figyelj. Igazából csak melbimbók, tök mindegy. Nem hoz lázba. Egy sima csöcs. A játékban igen, a játékban más. Ott lázba hoz. Oh! I guess she's all right. What's she after? Mennek játszani a parkba. Megunták már, mindig zombikat ölnek. Kicsit mennek játszadozni. Amúgy tudjuk őket figyelni innen. Bár nem hiszem, hogy... sok mindent csinálnak. Csak állnak egy helyben. Áznak az esőben. Jó, szerintem mindjárt oda megyünk hozzájuk. Mi is csúszdázunk egyet. Már csúszdázás helyett gondolom nagy parti lesz. Staminák már maxos, arra nem emlékszem. Engemet várnak? Á, lehetséges. Hecskendőnk nincs. Uff. HP hiány az érződni fog. Kicsikét. Én mielőtt belementünk volna a bossba, jó lett volna ugye másik irányba menni. Ez nálam annyira bosszantó játékoknál, de ez nyilván nem a játékok hibája, amikor bemész egy helyre, mondjuk kinyitod a ajtót, és lehet balra és jobbra menni ugye. És így basszus, remélem, hogyha bal oldalt kinyitom az ajtót, nem lesz olyan, hogy nem tudok visszajönni, ha akarok. És így merre kéne mennem? Tegyük fel, hogy balra és jobbra is van ajtó, ugye? Merre menjek? Amerre nem tovább haladás van, hanem valami secret room. Vagy több loot, vagy ilyesmi. És így ezen agyalok mindig, hogy basszus. Nem fogom baszni, rosszat választok. És... ezt nem tudok visszamenni, ez olyan gyakori. Most is most tenni a Evil Within-i. Hát, nem tehet róla a játék, mert így van ez. Bár meg lehet notolni map design úgy. De ha van egy ilyen nagy ajtó, akkor általában nem menj még oda, mert tuti az a cél. Ja, általában vannak ilyen jelei, hogy mi lehet az, ami a story tovább viszi. De nem mindig egyértelmű. Mondjuk két ugyanazt ajtó dizájnt használnak. Na, én mondtam. Hintáztak, csak most mentek le róla. Ja nem, itt minden pörög. Ó, még ott repkednek a... bublifuk, mi úgy hívjuk? Bublifukok. Protect me? Yes, that's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. Lehet. Bublifuk, mi úgy mondjuk. Ezeket a... amit kifújsz így a bublifukból. És ilyen bublifukban lesz belőle. Nem tudom, így mondjuk. Mi ez? It's not your fault. Amit... ami a levegőben repül. I'm sorry. Ajaj, ajaj, ajaj.
You don't know what he'll become. I do. Mi fog itt történni? I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. Joseph is megjelent. What is he after? Szappan buborék, ja igen. Szappan buborék. De nem, de ti úgy hívjátok, azt tudod, a gyereknek van ilyen játék, hogy belefújnak és szappan buborék lesz belőle. Azt minek hívjátok azt a cuccost? Amiben sztárol van. Azt a... Kidben átbaszott minket. Hibátlan.